Dicsérünk téged, urunk, hogy te ma is a gyógyító vagy, szabadító vagy, király vagy. Külön köszönjük neked, hogy megengeded nekünk, embereknek, hogy találkozzunk veled. Köszönjük ezt a helyet, ahol ma veled találkozhatunk. Hálát adunk a te kedves jelenlétedért és tudjuk, hogy ma se jöttél üresen, hanem gyógyulást hoztál a betegeknek, szabadulást a foglyoknak, vigasztalást a lesújtottaknak, senkit nem engedtél el, Uram, senkit ne engedj, hogy úgy menjen haza, hogy eljött. Azok is imádkozok, akik először vannak itt, adj, nekik bűnbocsánatot. Tapasztalják meg, hogy milyen fantasztikus dolog, amikor te megbocsátod a bűnöket ha valaki távolról néznek bennünket, bárhonnan is követnek, őket is áld meg. Áradjon ki a te kedves jelenléted, Uram. Köszönjük neked az egyházat, köszönjük a megváltásodat, a csodálatos mesterművedet, amit ma is végzel közöttünk, és kérlek téged, hogy érezd jól közöttünk magad, munkálkodj szabadon, drága úrunk, mindent, amit te ma nekünk hoztál, át akarjuk venni az Úr Jézus Krisztus hatalmas nevében. Ámen és ámen. És külön egy nagy tapsot most adjunk azoknak, akik először jöttek, némelyetek, lehet, hogy kicsit furcsák vagyunk, de hidd el, hogy jó helyen vagy. Mondjad el a szomszédodnak, legalább két olyan személynek, akivel ma még nem tudták köszönni, keres olyan szemét, és mondd el neki, hogy jó, hogy itt vagy, Isten hozott téged, szóljon hozzád, töltse a te szükségedet, tapasztald meg az Istennek az áldását. Jó dolog dicsérni az Urat, és éneket mondan az Úrnak. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek az Úr Jézus nevében mindannyiótokat, és külön köszöntjük azokat, akik az internet előtt vagytok, nem tudom, melyik kamerába kell nézek, egyben belenézek, aztán majd Lássuk, hogy ő is oda néz. Mert nem elég, hogy én nézek a kamerába, a kamera is rám kell nézzen. Úgyhogy az Úr áldjon meg benneteket, bárhol is vagytok, Isten áldjon meg benneteket, és nagyon köszönjük, hogy támogattok! kedves leveleket írtok. Van, aki nem olyan kedves, de azért ír, az is jó. Hát mert az is nagy dolog, hogy köszönöm szépen. De ez nem bor, ugye? Nem. Jó, csak hogy az így, hogy a két közben. Lehet, hogy... Forró teja elnézést kérek egy kicsit franciás a hangom, és előfordult, hogy köhögni fogok, de azért kikő nem leszek rosszul, csak mondom, de az is tett, hogy megusszátok, és nem fogok egyet se köhögni ma. Egyet sem. Mielőtt az igének a hirdetésébe kezdenénk, szeretném elmondani, hogy nagyon hogy itt vagy. Örülj hogy itt vagy. Elnézzetek rám a mogorban, mert zavarba jövök, Hát tényleg, az Isten tisztelt az nem arról szól, hogy jól bemagorvázzuk magunkat, hanem azért, hogy örülünk az Úr jelenlétének. Anyatokat érintett meg már eddig is az Úr. Nem fantasztikus? A világ legjobb helyén vagy most. Komolyan mondom neked. Jobb, mint hogyha sport, meccset néznél, mindennél jobb, mert az Úr hétdel azért jött, hogy megáldjon, megszabadítson, megvigasztaljon, és ha még fér az áldásba, tudom, hogy nagyon áldottak vagytok már, de ha még fér, akkor hidd el, hogy ma is kész az Úr áldást adni mindannyiunk számára. És még mielőtt az ígéret hirdetésbe belemennénk, még egy érdekes két könyvet is eh, 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 reklámoznék. Extravagáns szeretet. Érdekes cím. De prince -től". Nem olvastam. De az biztos, hogy a szeretet az nagyon érdekes. És az is igaz, hogy vagány. De majd el kell ö, ö, orvoszni. Mindenképpen az egy kincs, egy talán gyémán darab ö, ö, van rá téve, valamilyen módon értékel, hogy a legnagyobb kincsünk a szeretet. És akinek ez a kincse megvan, az gazdag ember. Akinek ez a kincse nincs meg, bármilyen van, akkor is szegény. És még egy könyv, mivel hogy nagyon kapcsolódik a mai össze hirdetéshez, kivezető út a depresszióból. Jó. Ma pedig egy fantasztikus üzenetet kaptunk az úrtól. Annyira izgatott vagyok, hogy az úr segítsen meg, hogy tudjam elmondani, hogy ne haragudjatok, én már most izgulok, és adjon az úr kegyelmet, mert ha el tudom azt nektek mondani, amit én kaptam, Komolyan mondom, majdnem azt mondtam becsület szavamra. Megváltozva mész haza, hidd el. Kérlek, hogy nyissuk ki a Bibliánkat közösen, az Egy Királyok 19, első 15 versét olvassuk. Nagyon erős üzenet, nagyon fantasztikus. Bevallom őszintén, hogy küzdöttem a, a, a hűléssel és gondolkodtam, hogy mi lenne, ha ma nem jönnék el, és otthonról követném az összevetet? De mikor megkaptam ezt az üzenetet, úgy voltam, hogy ezt nem lehet, hogy nem mondjam el, az nem azért adta, hogy otthon hallgassak. Úgyhogy ma ezt jöttem, hogy elmondjam nektek, és hiszem, hogy nagyon nagy áldást tesz mindenkinek. Egy jól ismert történet, elég sokszor már volt erről szó, de olvassuk fel. És Akháb elbeszéli Ézabelnek mindazokat, amelyeket ír és cselekedett és a többek között, hogy hogyan ölte meg mind a profétákat fegyverrel. És követett külde Jézabel illéshez mondván, ezt cselekedjék velem az Istenek, és úgy segíjenek, hogy ha hónap ilyenkor úgy nem cselekszem a te életeddel, mint ahogy te cselekedted azoknak életével mindegyik. Amit mikor megértett, felkelvén elméne, vigyázván az életére, és elment Bersebába, amely Júdába volt, és ott hagyja az ő szolgáját, Ő pedig elment a pusztába egy napi és elmenvén leül egy fenyőfa alá, és könyörgött, hogy hadd halljon meg, és mondta, elég. Most, ó, uram, vedd el az én lelkemet, mert nem vagyok jobb az én atyáimnál. És lefeküvék, és elolvék a fenyőfa És én angyal illeté őt, és mondta neki, kelj fel, és egyél. És mikor körülnézett, íme fejénél volt egy szint között sült pogácsa és egy pohár víz. És evék, és ivék, és ismét lefeküvek, És az úrangyala eljött másodszor is. megilletőt őt, és mondta, kej fel, egyél, mert erőt felett való útad van. És ő felkelt, és evett, és ivott, és mén annak az ételnek az erejével negyven nap és negyven éjjel, egész az Isten hegyéig a horebik. És beméne ott egy barlangban, és ott hála. És íme őn az úrnak beszéde ő hozzá, és mondta, mit csinálsz itt, Illés? Ő pedig mondta, nagy búsuláson van az úrért, a seregek istenért, mert elhagyták a te szövetségedet, az Izrael fiai, és az ol te oltáraidat lerontották, a te profétáidat fegyverrel megölték, és csak én egyedül maradtam, és engem is halára keresnek. És mondta, jöjj ki, és állj meg ezen a hegyen az Úr előtt. És íme az Úr volt ott elmenendő. És az Úr előtt megyen vala nagy erős szél, amely a hegyeket megszaggatta, meghasogatta a kősziklákat az Úr előtt. De az Úr nem volt abban a szélben. A szél után földindulást tett, de az Úr nem volt a földindulásban sem. És a földindulás után tűz jöve ki, de nem volt az Úr a tűzben sem és a tűz után egy halk, és szerint hang hallatszék. És mikor Illés ezt hallotta, befedezi az ő orcáját palástjával, és kimenvén megáll a barlang ajtajában, és ime szószatlan ő hozzá, amely ezt mondja, mit csinálsz itt Illés. Ő pedig felele, nagy búsuláson van az úrét, a sedegek istenéért, mert az Izrael fiait elhagyták a te szövetségedet, lerontották a te oltáraidat, a te profétáidat megölték fegyverrel, én is egyedül maradtam és engem is halára keresnek. És mondta az úr néki, menj el, térj vissza a te utadon a pusztán át Damaszkuszban, és mikor odaérsz, oda jutánd, az kenyed királya házel Síriában, Jéhút fiát kenyed királya Izraelben, és Elizeust az Abedméró hal a belé, fiát pedig kenyed profétává a te helyedbe. Amen. Amen. Ez a történet Illés életének egy rendkívül tanulságos története, és ha jól belegondolunk, egy olyan történetet jegyzett fel itt a Szentírás, ami Illésnek egy nagyon mély pontját jegyzi fel. Ha te életrajzodat kellene írnád, és egy ilyen élet esetet átéltél volna, valószínű vagy én, ezt az epizódot kihagynánk nehogy csorba essen a hírnevünk. Mégis csak illés hatalmas nagy proféta. És nézd meg, hogy az Isten úgy látta jónak, hogy kerüljön be a Szentírásba. Akkor a tanutás van benne, és előre bocsájtom valamit még. Mivel ismerlek sokatokat, nagyon érinteni fog az ige. Kicsit úgy lesz, úgy fogod érezni magad, na, ez a Sándor kiprédikát. Beszéltünk most miért kell rólam beszélni? de szeretnék valamit mondani, nem rólad beszélek, rólam beszélek csak lehet hogy te is benne leszel, mindannyian benne vagyunk, mindannyiunkat érint csodálatos üzenet, csak egy kicsit a kostolási kedveteket hozom meg mert annyira van fantasztikus üzenet, hogy amíg nem láttam hogy tényleg kívánjátok, addig nem mondom el az első dolog, három nagy üzenet van ebben a, a történetben. Az első üzenet az, amit látunk, hogy Illés, e, mielőtt ezt a történetet felolvassuk, egy csoda korszak, egy fantasztikus e, korszak van az életében. Tüzet kér a mennyből, pff, jön a tűz. Még egyszer tüzet kér, még egyszer jön a tűz. Még egyszer tüzet kér, akkor pedig az áldozata jön a tűz. esőt kér jön az eső. Hát, kell mi -e ennél több, és azt hinni az ember, hogy na ez igen. És mindenkinek az életében vannak olyan fejezetek, amikor érzed, hogy az Úr működik, meghallgatta az Úr az imámat, yes, fantasztikus. Igen ám, de váratlanul jön egy visszavágó. És mindig, amikor sikereken mész át, számíthatsz arra, hogy az ellenség, az ördög, ő se, teszik, ő se megy a nyugdíjba. Hanem ahol a legjobban fáj, ott fog neked visszavágni. Mondjad a szomszédnak, hogy a siker után mindig van visszavágó. A siker után van visszavágó. nem értek annyira ehhez a sporthoz, sokan jobban értetek hozzá, de hogyha van egy nagy boxmeccs, nagyon híres ember, legyőz valakit, nem úgy fejeződik be a meccs, hogy legyőztem, én vagyok a világ legjobba, hanem szak menedzser szakemberek dolgoznak azon, és csak akkor ismerik el, hogy igazából győztes vagy, hogyha a visszavágot is megnyered. Nem elég átmenetileg érezni, az, ó, meghallgatta az Úr, lejött a tűz, csoda. Fontos, hogy megnyert a visszavágót. Fontos, hogy megnyerjük a visszavágót. És az egész életünk lényegében így megy. Vannak gyönyörű napok, sikerek, és vannak visszavágók. A megrázó ebből a történetből az, hogy Illés annak ellenére, hogy nagyon képzett, nagyon magas és nagyon nagy kenetű, nagyon a, nagy karizmával rendelkező proféta volt, nem volt felkészülve a visszavágóra. Úgy megvágta ez a visszavága őt, hogy erre azt mondjuk, hogy megtérgyelt. Nem tudom, hogy mennyire ismersz magad, de én igen. Jó összevetelek, utána az ember azt hiszi, hogy már csak egy dolog hiányzik a glória fejéről. És képes az ember pár perc alatt megtérdelni. Kap egy rossz sms egy rossz hírt, mint ha nem is a gyűliből jöttünk volna. Úgy fel tud az ember, fel tudja kavarni. És így járt illés. Érzelmi krízisbe került. Ma talán úgy mondanánk, hogy depresszióba került. És itt szeretnék valamit pontosítani, nagyon fontosat. A kenet nem hagyta el. Tehát a kenet rajta volt. Nem volt beteg. És meg nagyon nagy krízisben volt. A lelke. A pszichéje. És amikor visszavágó van, legtöbbször nem, nem hagy el a kenet, az más, hogy nem érezzük a kenetet. De a lelke az embernek nagyon-nagyon sebezhető. Az enyém is, szerintem a tiétek is. És erre nem volt felkészülve. Hogyha húsz évvel ezelőtt megkérdeztek volna minket, miért mondtuk volna? Hét szerelmondod, megvallásokat, megtagad, mindent, leszeded a második eget, ha kell, a harmadikat is, megtagadod. Csak nem működött volna. Nem véletlenül van leírva ez a Szentírásban. Rendkívül segít, eh, nagy segítség. És remélem, hogy nagy áldás is tesz. Az első reakció, amit illés tett, szenzációs és, és jó is volt. Azt mondja így az hogy és elment Bersebába. A visszavágókor ez a járható út, Bersebába menni, az a hely a szövetség helye, vagy az eskü helye. Emlékezz arra, hogy Isten veled szövetségvet kötött. Bármibe is vagy, bármin is mész keresztül, az Úr szaváltatta, hogy téged soha, soha nem hagy el. Hogy te ezt érzed, vagy nem érzed, az akkor is igaz. Mondjad a szomszédodban, bármin mész is keresztül, bármin is mész keresztül, téged az Úr soha, soha, soha nem hagy el. Szavát adta. Azt mondta, hogy én ti vagyok minden nap a világ végezetéig. És hogyha Bershebában maradt volna a profét, az egész történet másképp alakult volna. Mert az a szövetség kutya. A szövetség kutya az a ak, kút, ami krízisekben egy forrást jelent, hogy te, az Isten nem hagy el. Ő megígérte, hogy velünk lesz és innen tud táplálkozni az ember a krízises időben. A megrázó az, hogy valami történt Belsebában, nem írja a Biblia, hogy mi, csak azt veszük észre, hogy ugyanaz az ember a krízisnek következtében a szolgáját elkergeti, de azt mondja neki, te maradj ott, én megyek tovább. Nem tudjuk, hogy konfliktusok körülted, de ha azt mondjuk, hogy konfliktus, lehet, hogy nem tévedünk. Mert azért általában az ember nem a nagy barátságban szokta elkergetni egyik a másikat. Valami történt. És mikor krízis van, nagyon sokszor olyan emberek, akik életmentő kapcsolat az életünkben. Tehát ha melletted van, akkor ki fogsz tartani. Ha nincs melletted, megtérdelsz. És pont az az ember, aki neki segíthetett volna, azt az embert mondta, hogy Maradj itt, én megyek tovább. Igen, nem, de egy teljesen rossz irányba ment el. Azt mondta, megyek a sivatagba. Miért? Mert érzelmileg sivatagba volt, és hova kívánkozott? A sivatagba. És feltevődik a kérdés, lehet az, hogy a Biblia egyik legnagyobb profétája ke kerüljön ilyen állapotba? Azt mondja, hogy elég. Én nem bírom tovább. Nem rólad van szó, mondom. Ez, ez élésről, meg rólam szó. Olyan állapotba került, hogy felmérte, hogy ő nem tud így tovább menni. Elfelejtette az az előtti héten vagy heteken át a hatalmas nagy csodákat, és elöntötte az az életérzés, hogy ő így menni nem tud tovább. Sőt, azt kérte, hogy talán a halál volna az, ami ezen segítene. Nincs is már további helyen. Az a csalódás, ami most élt, nem, nem látott semmi-semmit. És ne gondold azt, hogy valamilyen módon, csak azért, mert nagy keret van egy emberen, és a szent szellem rajtad van, hogy érzelmileg nem lehetsz ilyen helyzetben. Az a Szent Szellem megvigasztal, de ha az ember bizonyos emberekkel eltávolik, konfliktusba kerül, és amikor nyomás van az emberre, nagyon hamar össze tudunk pattani. Berselben ez egy olyan hely, ahol, ahonnan tudsz táplálkozni, de mikor nyomás van, akkor szépen összepattan az ember, és puskaporossá válik a levegő. Akkor nem kell csak egy szál gyufa nem úgy raktad a papucsot, hanem így, elég arra, hogy robbanjon, és már az ember tudod, hol köt ki? A sivatagba. És még azt is mondja, hogy uram, csalódtam magamba. Én nem vagyok jobb az atyáimnál. Én azt gondoltam, hogy elhívta engem nagy profétának. Nagy ébredési hullám lesz Izraelbe, egy új korszak jön Izraelben, de semmi látszatja ennek. Nem vagyok én se különb. Talán ennyi volt a szolgálatom, még az sem volt, ha nem tudom, ha igaz volt. Ilyen életérzések borították el, és nem tudom, hogy te csalódtál-e úgy egyszer, úgy igazából magadba. Az a legfájdalmasabb, amikor az ember úgy érzi, hogy Hát, nem ezt gondoltam ezelőtt 10-20 évvel. Amikor az esküvőn igen mondtunk, nem ezt vártuk. Amikor a, az úra befogadtam, nem erre számítottam. Amikor elindultam ezen az úton, nem erre gondoltam. És akkor a kérdés az, hogy milyen, hogyan tovább. És szeretném elmondani, hogy nem senki nincs felmentve ilyen és ez, ehhez hasonló támadásoktól. Nem a szelleme fáradt terillésnek, hiszen az Isten tudjuk, hogy olyan nagyon megtisztelte illést, hogy amikor Jézus felment imádkozni a hegyre, tudjátok, hogy kilátogatta meg őt? Illés. Tehát azt jelenti, hogy az Isten természet feletti valósága őt egyáltalán nem Hagyta el! De a lelke elfáradt, a pszichér el tud fáradni. A csalódások nagyon megrázzák az embert, amikor látod, leszáll az égből a tűz, amikor az, Isten, az emberek kiáltják, ő az Isten, minden úgy tűn, na milyen jó, jön egy üzenet, hónap kéri kinyírlak. Az embernek a lelke törékeny, sokkal törékenyebb, mint gondolnánk. Az enyém is, de lehet, hogy a tiéd is. És hogyha itt vége lenne a történetnek, akkor nagyon kéne sírjunk. a történet folytatódik. Van egy második nagy szakasza, hogy Isten válaszol. És bele, beavatkozik. És nagyon megrázol számomra megrázó, azért megrázó, mert nem, normál, nem, az, nem természetesen válaszol az úr, nem úgy válaszol, ahogy legalábbis mi itt széke éssel gondoltunk volna. Megjelenik neki az úr És mit mond? Miért vagy letörve illés? Hol van a tegnapi nagy fickó? Húzd ki magadat! Hol? Ha van az a nagy keret, aki a tegnap a nagy tüzet hoztál le... Én nem tudom, hogy hányan tapasztaltátok, de ilyen sokat lehet hallani. Ha leesik az ember érzelmileg, akkor néha a keresztények nagyon ostoba kérdéseket és biztatásokat mondanak. Úszd ki magad! Ne hagyd magad! Hát, de meg azt se tudja, hogy éljen vagy ne éljen. Vagy holnap, vagy nincs holnap. Hát annyit imádkozott, csodákat is látott, de semmi eredménynek nem lát. És az angyal nem így teszi. És az úr másképp közelít hozzá. És eljön, és megérint az úr. Nagyon finoman. És csak annyit mond. Illés, egyél. Nagyon sokszor azt gondolnánk, hogy a felemelkedéshez le kellene szállni a nagy dicsőség, kérlek szépen, rázzon meg jól. Nem. Igazából az angyal lehozza a helyreállás receptjét. Szenzációs dolgok fognak most következni az igéből, amikről beszélünk. Szenzációs, mondjad a szenzációs, fantasztikus. Tudjátok, én nagyon élvezem, úgyhogy nekem megbocsátjátok. De az angyal a mennyből mindig olyan megoldást hoz, ami a véleményem szerint bármilyen lesújtott állapotban is tegyél érvényes rád, és segíteni fog neked. Ha a gyermekeiddel van bajod, ha a házasságodban van bajod, ha érzelmeileg vagy padlón, vagy, vagy a, a, a szolgálatod fogod padlón nézd meg, egy olyan receptet hozott az angyal, ami ma is működik száz százalékos pontossággal, És csak oda és megérint. És annyit mond, egyél. Ez az első a helyreállításnak az egyik nagy titka. Pontosan nem mondtam elég pontosan, mert nem év van. Most nézem a jegyzetet, nézzük meg. Először is azt mondja neki, hogy jön az angyal, és mondja neki, kelj fel. Ez az első lépés a helyreállásnak. Hogy reggel az órádat felhúzod és felkezd. Mert a depresszió miatt és a csüggedés miatt az ember nagyon ne, nem, nem tud aludni éjszaka, nem tud felkelni reggel. Összeomlik a, a, vasár, a vasárnap a hétfőbe, persze. Az éjszaka a nappallal, olvas, amikor olvas. Az úr azt mondja, kelj fel! Nem mondott semmit addig Isten neki, se jövőt, se kielentést, se gyógyulást, se megoldást amíg a mi részünket nem tesszük meg. Az azzal kezdődik, hogy este próbálj meg lefeküdni, vagy bármikor fekszel le, döntsd el, most reggel úgy kelek fel, hogy legyen időm igét olvasni. És felkelek azért, hogy találkozzak az én Istenemmel. A lelkünknek a helyreállítása az egy nagyon komoly folyamat, és egy nagyon pontos recept. Hogyha nem recept szerint használjuk, nem fog működni. Hogyha amikor a számítógépek megjelentek, hát legtöbben úgy néztünk rá, mint a... hogy néztünk rá. Csodálkoztunk, nem értettem. Emlékszem nagyon sokszor, elég kezdtem el, nem működik. Hívtam telefon az egyiket, de elromlott, mondták, jó, oh, de hogy is csak, nem jól nyomtam meg. Ja, tényleg. Ahhoz, hogy az Úr segíteni tudjon rajtunk, minden mozanata az ígérek figyeljünk rá. Nem mondta azt, mondta, mondta hogy hát most te ülve, miért nem tudok ilyen úgy ülni? úgy hát, állva eszem meg, aluva, kej fel. Az Úr nagy mélységekből fel tud emelni, de a székről neked kell felállni. Az ágyból neked kell felkelni. Amen. Második dolog, amit mond az ige, hogy egyél. Az nem más, mint az igével való közösség tudatos felépítése. Azt jelenti, hogy egyed. Olvasd az igét. És már hallom, hogy mondjátok, jó, jó, de ilyen állapotban? Ilyen állapotban nem értek egy szót se. Nem azért kell olvasni az igét, mert érted. A, hanem azért, mert azt mondta az Úr, hogy egyél. A, azt figyeltem meg, hogy mikor nagyon nyomott állapotban van az ember, körülbelül tíz részt kell elolvas, ahhoz, hogy vedd észre, hogy hol olvasod. Komolyan mondom. Elolvasd egy részt, azt érzed meg, hogy Mózes könyve. A tizediknél már kezdesz kapizsgálni. De történik valami változás. Még akkor is, hogyha az agyunkkal, a, vagy, ne, vagy a lelkünk nem fogja fel a fájdalom miatt, vagy az olyan állapotban vagyunk, amilyenben vagyunk, hogy olvasod belőle, elkezd átalakítani az ige. És visszafekszik. Képzeld el ezért, eljön az Istennek az angyala a mennyből, hogy mondja meg Illésnek, hogy Illés, még egyszer kelj fel és egyél nem ráncigálta fel, hanem azt mondta neki, hogy még egyszer tedd meg. És addig annyiszor kell olvasni az ígét, annyiszor, ahányszor szükséged van rá. Nem, én nem gondolom, nem, lehet, hogy neked nem elég kétszer, lehet, hogy neked tizenkétszer kell olvasni. De hidd el, ha elkezded olvasni az ígét, minden megváltozik az életedbe. Ezt a csatornát találta ki Isten a lelkőnek a nyugvására. Tudod, hogy, hogy például, ha nem, nem, tudsz aludni este, az előfordul minden Tudod, mit ajánlok? Vedd a Bibliádat. És kezd el olvasni. És egy olyan békesség fog betölteni, becsukod, és el tudsz aludni. És azt látjuk, hogy mert azt mondja Jézus, hogy aki eszi az én testemet, és hisz az én véremet, én bennem lakozik, és én benne. Mi történik, hogy eszük az igét? Beléd megy a Krisztusi erő. Beléd költözik maga az Isten. Az ige, és Krisztus azonos nem feltétlenül intellektuális haszna van, a, a, nagyon rossz állapotban van az ember, nem tudja megegyezni, de a folyamat akkor is működik. És elkezdi kiszorítni azt a nagyon nagy fájdalmat, gyötrő állapotot, ami az előtt volt. És itt engedjetek meg még csupán egy, zárodé, egy azok számára, akik a Szent Szellem örömét és a megnyilvánulásait nem nagyon értették, vagy elég furcsa dolgokat lehetett látni az elmúlt időben erről. Azt mondta neki az angyal, egyél és igyál. Azért nagyon sok ember furcsán viselkedik a Szent Szellem elej, jelenlétében, mert enni nem eszik, csak inni akar. És láttam embereket, akik hatalmas nagy manifestációt csavartak le, a volt, hogy ez mindjárt repülni is megtanul, tud kecskebukát, furcsán csinál, hú, nagy, nagy dolog. De ha nem eszed az igét. nem működik semmi. Nem azt mondta, hogy így áll, hanem azt mondta, hogy először, hogy csak egyél. Másodszor is tudod, mit mondta az angyal neki? Kej fel és egyél otton a pohár, csak akkor fog a Szent Szellem öröme, kenete egészségesen betölteni, ha az igére épített. És akkor, ha olvasod az ígét, egyszer csak észreveszed, hogy hú te, milyen öröm jött be. Az Úr a rendelkezésünkre bocsájtotta az Ő szent ígét azért, hogy megváltoztassa azt, amit a lelkünkben valami okból valami tönkretett. Addig ismételt, amíg arra az állapotra eljutsz, mint illés. Azt mondja az ige. Kelj fel, egyél, mert erőd felett való utad van. Hadd mondja nektek egy nagy titkot. Olyan erő van az ige olvasás után, az beléd megy az erő. Az erő beléd megy. Hatalmas kiad ajándék. Tehát az és nem akárhova megy beléd az erő, hanem a lelkedbe, a pszichéd megerősödik, ha az ígét olvasod. Pontosan azt a részt, amit a, 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 gondok, a terhek, vagy a csalódások megroncsoltak. Olvasod az ígét, és az az ember, aki a halált várta, mondja neki az angyal, egyél és mert Erőd felett való útvár rád. És képes leszel rá? És a, azért meddig kell enni az igét, amíg megerősödsz, amíg érzed, hogy van erőd menni. Nem érdekel senki és semmi. Nem tudok menni tovább. Az Úr igében óriási erő van és utána jön az íge, az víz, amikor rájön a kenet, rájön a Szent Szelem öröme, fantasztikus, kicserélnek, más ember vagy, Amen. tényleg szárnyai nőnek. És mondja az így, hogy ennek az ételnek az erejével ment 40 napot. Tehát nem szopta az ujjás, hogy hip-hop, valami történt. Nem, nem valami Hipnotikus valami átváltozás volt, hanem annak az igének az erejével, amit ott evett, 40 napot tudott menni. Az igében ilyen erő van. Ezért kell olvasni az igét. Ezért kell enni az igét, mert abban olyan erő van, hogy természetfeletti út megtevésére leszel képes. Erőt feletti út. Megtevésére leszel képes. Ami nem volt eddig, ami nem tudtad megtenni. Mert van erő az igében. Nagyon nagy erő van. És a következő, amit mond neki, erőt feletti utat kell megtegyél. Ez a harmadik nagy lépés ahhoz, hogy a nehéz állapotból felemeljen az Isten. Mi az a erőt feletti út? Elmondom, a kereszténység az természet feletti. Ahhoz, hogy a keskeny út az egy természet feletti út. A nem természetes út. És csak egy aspektusát szeretném kiemelni ma. Ez az út, a szeretet útja. Azt mondja Pálapostól, egy kiváltképpen képen való utat mutatok nektek. Más szóval. Tedd életformát, de mert 40 napot kellett neki menni. Nem tudta volna meg az Úr ott a sivatagba kijelentést adni, hogy menj el, kenjed fel királyá, profétával. nem, nem tehette volna meg az Úr? De! Ezt miattunk van leírva, ez egy profétikus történet. És azt mondja, hogy 40 nap, a 40 nap a Bibliában mindig egy életről szól. 40 napos bőtje volt Jézusnak, 40 napot voltak oda a, a követek, 40 napot, uh, 40 napot uh, volt Mózes a hegyen, tehát a 40 nap az egy, egy életformát jelent. Azt jelenti, hogy rendezd át az életedet természet feletti útra ne akart természetesen leélni a keresztény életet. Mert az nem arról szó, hogy na elhagyom ezt, megtartom, és keresztény vagyok. Nem. A kereszténység az természet felett élet. A szeretetnek az útja. És csak egy dolgot hadd mutassak még ezzel kapcsolatban. Jézus mondja, ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszed hogy a vámszedők is nem ugyanaz cselekszik? Az életedben futtasd végig ezt a programot, a szeretet útját. Ha van olyan ember még, aki, ez, aki nem fér be a szeretetedbe, akkor nem tudsz a hórabre jutni. Amíg ott vannak a sérelmek, a neheztelések, és de érdekes módon a Biblia nem a megbocsájtást emelít ki, hanem a szeretet útját. Ez a, ez a te útot, és ez az én útam. Olyan embert is tudj szeretni, akit, mert olyan embert, aki jó hozzád, könnyű szeretni. De mindannyiunk életében és sorsában vannak olyan személyek, akik ne, akiket nehéz szeretni. Akiket nem természetünktől fogva nem tudunk szeretni amit csak akkor tudunk szeretni, hogyha az Istennek az ereje bennünk van. És ezt várja el az Úr. Negyven napon át. Ez az e keresztény életforma, hogy szerető képessé válunk szeretni olyan embereket, akiket eddig magunktól nem tudtunk. Hogy? Hogy olvasod a Bibliát. Betölt a Szent élek, és megváltoztat. És tudod, hol köt ki, ki a szeretet útja? A hóreben. Ha ezen az úton jársz a szeretetnek az útján, az Isten fogsz, fogsz találkozni. Az a hely, amire minden ember vágyik, hogy az úr szóljon hozzám, az Úr érintsen meg. Igen, Isten akarja ezt. Nem, a, nem ő van nem maradva, nekünk kell behozni a dolgokat a mi részünket kell teljesíteni. És a Hóreb az azt jelenti, hogy az Isten hegye, a találkozás helye. Ez is egy fontos, hogy az Úr akar veled találkozni. És meghívódod azt, hogy én akarok veled találkozni, de neked is tenned kell érte. És tudod, melyik, hogy most hol vagyunk? Mi hórebben vagyunk. Mert az Jézus azt mondja, hogy ketten vagy hárman az én nevemben összegyűlnek, én is ott vagyok. A hórebről azt mondja maga Isten, hogy az az én hegyem, az Isten hegye, azt jelenti a Horeb, az Isten hegye. Az, egy, az egyházról tudod, hogy vélekedik Jézus, hogy ez az övé. A találkozás helye. Ezért minden egyes alkalommal, ha eljössz az Úrhoz, ezzel a szívvel győj, hogy én akarok találkozni az Úrral. Következő dolog, amit látunk, eljut Hórebre. És még mindig nem nincs kész illés arra, hogy az Úr hozzászóljon. És azzal kezdi az Úr, illés, mit csinálsz itt? Bement egy barlangba. És azt mondta neki, hogy illés, jöjj ki. A keserűség barlangjából ki kell gyere ahhoz, hogy, megtap, hogy tudod az Úrtól átvenni azokat a kijelentéseket és áldásokat, amiket neked tartogat. A felemelkedését dönteni kell. Mondjad a szomszédodnak gyerek a keserűségnek a barlangából. Lehet, hogy sokan megkeserítettek. Nagyon nagy csalódások érték ilést is. De sokszor már mondtam nektek, minden nap két lehetőség között van választásunk. Van, amiért örvendhetsz, és van, amiért keserekedsz. Van, akiért örvendhetsz, és van, akiért keserekedsz. Fordulj a szomszédhoz felé, és mondja, hogy most figyelj arra, akiért örülni tudsz. Azokra figyelj az életedben, aminek örülni tudsz. Ne csak a keserűségről, ne csak az, ami fáj. Azt mondja az Úr, jöjj ki! Nem, már a hóreben vagyunk, már az Istennek a hegyén vagyunk. Nem tudott volna, ez az egyház. Tehát valaki eljön a gyülekezetbe, de ha a keserűség ott van a lelkébe, ben van a, a keserűség barlangjába. el szeretnék mondani valamit, nem fog Isten nagy kijelentésekkel bombázni. Hány embert látunk? Koptatja a széket a templomokba, rá van, már ki van lyukadva, mindjárt a szék annyit ült az padon. Rá van írva, itt ült a nagyapja is, a fia is. De hogyha a keserőség barlangából nem jön ki az ember, nem tud áldást átvenni. Csak egy-két elrendtettő példát. Egy. Emlékeztek Izsákra? Leg, leggazdagabb, legáldottabb ember volt a korában. De az a Ézsau fia rosszul nősült, két boszorkányt vett el, és ezek keserítették az életüket. És előfordul valakinek az életében olyan személyek kerülnek, akik keserítenek. Valakinek az anyóssa, ha feleséget fog valaki egy ilyen, az, az tényleg nem egyszerű. <tosz> De akkor is azt mondom neked, hogy vált, döntsd el. Élni akarsz, vagy meg akarsz halni? A keserűség megöl. Most gondolj bele, Izsák kopaszon, bocsánat, nem kopaszol, <laughs> összetévesztettem vételen Vakon, arról beszéltek értibe, Képzeld el, vak az öreg, és akkor hangosan beszélnek a konyhába róla, hogy az öreg meg fog halni. Még húsz évet élt azután. És aki beszélt a felesége, az már rég meghalt. Az ah, nem valami jó élmény, ha hallod a temetését, hogy is intézzük, és kérdezett, beszélek. Keserűség horrorá formája még a meglévő kapcsolatokat is. Mert nem az történt, hogy Izsáknak volt két ö, 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 keserítő menye, utána tudod mi lett? lett az egész élete. Tönkrement a házassága. Amikor egy asszony neki fog becsapni egy férfit, az már az eléggé szomorú. Azon dolgozott, hogy lehet átvenni az öreget. Tönkrement a házassága. De a keserűség miatt. Két keserű szétveri. Láttam, nagyon megvagy nem mondok egy viccet. Tudjátok, hogy a, 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 a nő, mikor idegesek mit csinálnak? Beszélnek. És beszélnek. És beszélnek. És mikor elfáradtod, tudod, mit mond? Nem mondok semmit. És ilyen volt Rebeka. Keseredett, megkeseredett, és szembefordult a férjével. Az a drága fia, aki szeretett Jakob, becsapta. Tehát az egész életét átjárta a keserűség. Miért? Mert ő magába beengedte. Ha a keserűséget beengeded a szívedbe, hidd el, ahány keserű ember van a környéken, mind megkadál. És megalapítod a keserű emberek gyülekezetét. És nem érted embered, mindenki hülye. Mindenki. Mindenki keserű? Mindenki. Mert vonza. Keserület az asszony, keserület Jákob, Egész életére keserület ettől a naptól fogva. Mert amikor a farol elé azt mondta, az életem rövid volt és nyomorúságos. Azért ettől jobbat vártunk, volna egy Ábrahám unokájától? Nem? És maga a sem természetes szerinte. Attól, hogy van egy. Hatalmas, megoldhatatlan problémá az életedben. Akár családi, akár anyagi, akár más jellegű. Ha jót akarsz magadnak, hallgass marám, rám. ki a keserűséget. Az Úr szól rajtam keresztül. Jöjj ki a barlangból, pont. Azért nem mondok semmit. Nem az angyal húzta ki, nem küldött egy angyalt, beakasszuk a fejébe, gyereki illés, búj, búj zöldág, a gyereki. Nem. És néha a keresztényeket, a gyülekezetek ezzel telnek, drága hogy gyereki, Jézus szeret itt kint, kint süt a nap, hogy van az az ének, csikabig a gyereki, ég a házad ide, vagy hogy van? Ég a házad ide kint, igen, na. Kapsz tejet vajat, azt, azt tényleg kapsz tejet vajat, jó és hónapra is marad. De nem erről kell szőr az egyház, hogy, ezt hogy felnőttek így, csalogatjuk, Jézus szere gyereki, ne búsuljon, ahol lesz már, hadd búsuljon mert nagy a fej, ne búsuljon annyit. Te arra vagy elhívva, amit az Úr rád bízott. Van jövőd. A Biblia sehol nem írja azt, hogy nem lesznek problémáink nem vagyunk felment, vagy ha megtérsz, akkor mi ájandja a jobb oldalt fog tartani, Gabriel fogja hinteni a piros szírmokat. Nem. Nem ígért Isten ilyeneket. Azt ígérte, hogy sok nyomorúságtok lesz. De bízzatok, én meggyőztem a világot. Tudod ki a boldog ember? Aki kijön ebből a barlangból. néz körül, ha denevérek csipkedik a füledet, akkor tud, megmondom, hogy hol vagy. Ha körülbe vesznek keserű emberek, az a veszély előbb-utóbb, az ember elveszít a tisztán látását, mondja, most, most idézek, nem lehet ebbe az országba megélni. Megyek spanyolba, epretszedni. És akkor megkérdez, mennyit keresel? 600 eurót keresünk. Az szép. De itt elvégeznéd a dolgodat, lehet, hogy sokkal többet keresni. Nem menekülésre hívottam az Isten. Hidd el, képes az Úr téged megszabadítani, megáldani itt, ahol vagy, és élsz. Persze az Úr valakit el, valamilyen módon vezet, úgy vezet, hogy el, elmegyen, ne legyen bűntudatod, ha most messziről követsz, nem, ne érez semmilyen, Várlás, de nem a menekülés a te utat. Hanem a, a, nekünk nem menekülni kell, mert mit csinált ilés? Bemenekült a barlangba. Mi van? Semmi. Mit csinálsz, ilés? Búcsulok? Ez a tükörves, ezek milyen arcizmaid arc vannak a legjobban beágyazottban. komó, lehet látni így. Van akinek így, hol a pénz, milyen pénz. Az arcizmaid elárulják már most, hogy milyen vén ember leszel, vagy vénasszon. Ha már most kezdesz nagyokat búszolni, nyugodtan megy a számítógépre, rajzol meg, tegyél be egy, van ilyen program, meglátod, hogy leszel ki nagy nyolként, hogy fogsz kinézni. Hát vannak emberek, hogy már most lehet látni rajta, hogy ha így folytatja, nyugodtan kitehetik a pityók a földre, a medve kikerüli. Az biztos, ha meglátja. Szerinted normális? Jézus meghalt, érted? Lehet, hogy vannak, keserít, vannak, akik keserítenek, de te ne keseredj meg. Józsefnek egy áldása az, hogy sokan keserítenek, de te nem fogsz megkeseredni. Nem kell megkeseredni oda nyomják előbb, de tudod, hogy Jézusnak is, Jézusnak is oda tették a, az ecetet. Nem mondta, ja, hol szó, azt le van sajnálva, adjatok, a meg. Nem itta meg. Azért, mert ecettel itatnak, te ne idd meg. Az Úr készített a számoda örömet. Nem, nem lesz mindig szomorúság ott, ahol most szomorúság van. Nem lesz mindig ború, ahol most ború van. Lehet, hogy az életednek valamelyik fejezete horrornak néz ki, szomorúnak. De nem lesz ez mindig így. Már előre készíti az Úr a megoldásokat, már megvannak a megoldásai. Nem az oldja meg a te problémádat, hogy én úgy döntöttem, én tudom. Nagyon tudta az, hogy miért kell búsulni. Csak azt nem tudta, hogy az Úr gondoskodott arról, hogy milyen jövője áll előtte jövőt akar szépíteni, vagy akarod dokumentálni, hogy magyarázd meg mindenkinek, anyósodnak is, hogy miért vagy búsod, hogy milyen hülye fia van. Hát, hogy igazad van, de attól nem lesz még semmi jobb. Valaki rám ért, múlt héten, hogy nem igazságos, hogy mindig a nőkkel foglalkozok, úgyhogy most egy darabig kell a férfiakat és pumpoljam, meg azt mondják, hogy elfog, túl sokat uh, uh, cikkezem a nőket, de hát én mit csinálok, ha igazam van? Mit kap a kezét? De miért lehetne elkacagni az egészet? Ha nem inged, neved vedd magadra, ember. Hát azt most a tesei veszed, ide, hátul nem de hátul gombolosban nem jössz Gyülibe. Nem a tiét hagyd ott. Te vagy a világ legjobb felesége, legkedvesebb, legvagányabb, nem? Kacagtok. Ez még mesébe is rosszul hangzik. Pedig így kellene lenni testvére. testvér. A döntés kérdése. A keserűség az, ami tönkreteszi a házasságot, a keserű teszi tönkre az életet, a keserűség teszi tönkre az egészséget, a keserűség mindent tönkre tud tenni. Még a drága szép autódat is veszélyezteted, amikor keserű vagy. Beleőz. Jaj, hogy szorít ez, a klíma, hogy idegesít engemet. Minden, idegesít minden. Nézd meg, hány, szép, hány ember, akik nagyon szép autóval járnak, olyan magorvák, mint a kínoznák őket, szorítanak cipőjük. Nézd meg, mert szoktam nézni, és rögök rajtuk. Nem azért áldott meg az Úr, hogy mogorváskodj. Gyere ki ebből a börtönből. Nem áll jól. Nem áll jól. Neked se áll jól, nekem se áll jól. Kezd egy gyakorolni, örülni. Azt mondja a Biblia, férfiaknak, most te elkaplak. Ti férfiak, ne legyetek keserű kedvek a ti feleségetek. Tehát parancs, hogy egy férfi mindig kell jókedvű legyen a feleséges. Képzeld el, ez bibliai parancs. Felidegesített, kihúzod a fiakból, bezed a másikba, megértettem valam, jó kedvű vagyok, igen, igen, nagyon kedves, nagyon kedves, nagyon kedves, nagyon kedves. Ez a Biblia. És a feleségnek se kell állandóan hisztizni. Na de megint a feleség, jön. Nem járja, nem járja. Hiába húzom, ember be van várva nagyon a kanyart talik tudjuk bevenni, de valahogy bevesszük. De mindennyi, nagyon, nagyon hajlamosak vagyunk, ahogy ílés is, hogy a keserőség barlangába belemásszunk. Igaza volt élésnek? Igaza volt. Elhagyták az urat? Igen. Nagy baj volt Izraelbe? Igen. Mit segített az ő buszulása? Semmit. A megoldás nem a keserűségben van, a, magod, a megoldás az Istennél van. Nem azt fogja megoldani a házasságodat, hogy neki fogsz mérgelődni, tört volna el a lábam, mikor mentem az esküvőmre. Bár Bágyasomat ütötte volna el az autó, ne találkozok soha az életben. Nem így oldódnak meg a problémák, te jó ember. Nem tud lecserélni, értsd meg. Ez van. Amelyik virágot szakasztottad, azt fogod szagolni életed végéig. Dicsőség az úrnak. És ha már elment az illata, van parfüm. Jöjj ki a keserűségből. Tudjátok, ott egy vicc, egy öreg úr mondja a feleségének, hogy hát drágám, emlékszem, valamikor egy olyan vagány csajszíva voltunk együtt, hogy elteltek az évek. Igaz, hogy egy ágyon aludtunk, egy kicsi szoros ágyon, nem volt pénzünk, de, de boldogok voltunk, és milyen gyönyörű lány volt. A felesége erre mondja, hogy nem azt a megsért, hogy mondja, te, ha arra akarod, el tudom intézni ezt, hogy újra is ugyanúgy járjál most is. Keresse magadnak egy fiatalt, pénz maradsz, egy eh, szegény leszel újra, egy ágyod lesz csak, megoldjuk, nem probléma. Örülj annak, hogy élsz. Kezdj el feltölteni az örömtankodat. Ezt, ezt, nem a, ezt az igéből töltött fel. Nem a hírekből. Nem máshonnan. Az igében, mert mi Isten országa, igazság, békesség és szent szellem által való öröm. Olvasod az ígét, az úgy fel tudod tölteni a, a, a tankodat, hogy vigyorosz még álmodba is. Hát én láttam olyan, hogy énekelt álmába, komolyan. Csodálatos, mikor valaki énekel álmába. És nem azt énekelt, hogy elhagyott a szeretőnk, amivel feltöltjük a tankjunkat, azt visszük a hórebre. Él és feltölt, felszívta magát jól len a pusztában, bement a hórebre, és mi van? Buszolok, semmi. Magadra is, mert ne haragudj rám, ezért. De én azért mondom, mert van egy jó hírem. Az úr elmeg kiüresítette a keserőség poharát, hogy nekem te, nekem én azt ki ő ezt megitta. Úgyhogy te lehetsz boldog és vidám ember úgy, hogy vannak fájó fejezetek az életedben, vagy lehet, hogy még mindig fájnak. Csak a megoldás nem a keserűség, hanem az, hogy jöjj ki. És állj meg az Úr előtt. Tölts egy más irányt. Következő dolog, amit mond az égi, azt mondja, hogy és ez, ezután jött egy olyan szél, ami a hegyeket megszaggatta, és meghasogatta a közszéklákat az úr előtt. De nem volt benne még az úr. Ez is egy lépés ahhoz, hogy az úrnak a jelenlétébe bejussunk. Amikor az úr a kősziklán, tudod, hogy melyik kőszikláról van szó? A lelkünk. A megsérült lelkű ember kegyetlenné válik, és keményé. Mi van? Semmi. Jó, de kérem, Hagyja. A megsérült ember olyan, mint a medve, amiket megsértik. Az egyik szabály vadászoknál, nem tudom, hogyha itt van egy jobb vadász, mint én, de ha jól tudom, ha megsebeznek egy medvét, vagy egy vadat, az kötelességük megkeresni, mert az veszélyezteti a, a környező lakosságot. Magadra ismertél? Nem rólad mondtam, csak a medvéről. Ha megsérülsz, veszélyezteted a környezetedet. Mondjad a szomszédodnak. Ha megsérülsz, veszélyezteted a környezetedet. Nem erre vagyunk elhívva, hogy csapást legyünk a környezetünk számára, hanem hogy áldás. És a sérelem megkeményíti az ember szívét. Mi de jött a szél, ez a Szent Szellem szele, és elkezdi mozgatni. Nézd meg, mit ír az 51. Zsoltár, nagyon érdekes Zsoltár. Amúgy ez Dávidnak a bűnbán a Zsoltára. Isten előtt kedves áldozatok, a töredelmes, na nem, nem, látszik, hogy nem csak én nem tudtam, én se tudtam, ti se tudjátok jól. A töredelmes lélek, én is úgy egyből vágtam, hogy töredelmes szív nem, hanem azt mondja, hogy a töredelmes lélek, és a töredelmes és bűnben a szívet ó, Isten nem veted meg. De fontos, hogy a lelkünk, ami megsérült a család, a csalódás, a, 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 a sértések, a fájdalmak, a kudarcok miatt, bekeményedik. És akkor jön a Szent Szelem, hogy úgy áll a hites, mint Stalin szobra főtéren meg sem mozdul. én nem értem. Az egyik, az egyik veszi az orra erejét, és melletted elmegy. Mert ha bekeményedik az ember lelke, nem tudja átvenni azokat az áldásokat, amit kap. Ez kell egy töredelmes lélek. Lélek. Töredelmes lélek. Ezért jön a Szent Szellem megrázni, És ki kell, meg, ki kell a lelkét ilyen módon megtörje, nekem kell engedni. Igen, uram, megalázkodom előtted. Utána látjuk, hogy földindulás jött. Az én értelmezésem szerint egy nagyon fontos igazság ez is. Helyreállítani a prioritásokat az életünkben. Nagyon sokszor az kudarcok azért okozzák az életünkben és a, a sérelmek, mert rossz prioritásokat követtünk. A prioritások, milyen embereket követsz, kiket hallgatsz, kik a fontos, ki nem fontos, mindennél fontosabb, hogy egészséges, helyes prioritást kövessél. Ha nem jók a prioritások az életedben, veszélybe vagy. Vannak emberek, akik barátaidnak tűnnek és ellenségeid. Vannak, akik lehet, hogy kicsit nyersek, és közben legjobb emberek a akiket neked rendelt az Úr. Hát ott van Lót. Nem ismerte fel, hogy Ábrahám számára prioritás. Minden meg kell tenni, ez a kapcsolat jó legyen. Szepattantok, Te jobbra, én balra. Á, Fidelsen. Örülök, hogy nem látlak tovább. Vén ember. Az Úr áldjon meg. Tönkre ment az egész élete. Mert nem, te, nem kezelte prioritásként ezt a kapcsolatot. Illés mit csinált? a szolgájával ezt a kapcsolatot nem értékelte, mire észrevette, már a sivatagban volt. Érz meg, szükségünk van egymásra. Vannak testvéreid, a házastársad, a, a munkatársaid, vannak emberek, akiket Isten azért ajánl adott neked, téged melléjük, és, téged, és őket melléd, hogy a pályán tartson, hogy az úr útján. Ne becsüld le. Emlékszem egyszer, a fejlegesített egy barátom, mondom, én már a Ennyi volt ez, ebben nem barátom. Nem mondtam semmit, csak azt kérdeztem, az hogy tényleg megengedheted magadnak? Nem, nem nem. Tényleg nem. Nincs olyan sok barátom, hogy csak hogy kidobjak egyet. Mindenki fel tud idegesíteni az életben, de vannak Istentől rendelt prioritások, akit, amire vigyázni kell, ápolni kell azokat a kapcsolatokat. És a Szentlélek ezeken a lépéseken átvezet azért, hogy az Úrral való kapcsolatot az megújítsa. Azután jön a tűz. Szerintem nincs az Úr a tűzben sem. Ez a megtisztulás. Igenis az Isten ki akar tisztítani belőlünk minden salakot. Azt mondja az Új Szövetségben egy helyen az ige, hogy az a tanácsom, nekem, neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggál légy. Fel kell építeni tűzálló dolgokkal az életünket. Mivel van tenni ma a szíved? Pozdorjával? Hülyeségekkel? Vagy tűzálló dolgokkal? Értékembere legyél. Kincseket, azt mondja, tőlem vegyél. Tűzben megpróbált, megtisztított aranyat. Igen, Isten néha bennünket Átenged a tűzön. eltisztult, És csak az marad meg, ami a, tíz, a tűz után marad, az az igazi. Ami nem próbálsz ki tűzzel egy aranyat, addig lehet mondani, hogy ez arany, de nem biztos, hogy az. Tudod, mikor derül hogy biztos, hogy az Úr aranya vagy, miután a tűzön is átvezet az Isten? Nem tudsz mondani a Bibliából olyan nagy szereplőt, akit Isten nevét volna át a tüzön. Nem csak a három ifjú. Szerintem Ábrahám is átment elég nagy tüzön. Dávid átment tüzön? Vagy tizen valahány évig? Dániel átment a tüzön? József átment a tüzön? Pálapostól átment a tüzön? Te is átmész a tüzön. Én is átmegyek a tüzön. De megtart az Úr. Megtart az Úr. Megtart az Úr. Megtart Isten. Nem azért enged be a tűzbe, hogy elég Nem azért, hogy megtisztítson. Mikor a három ifjút bedobták a tűzbe, mit olvasunk róluk? Leégtek a kötelek róluk. Nem az óruk éget le, nem a szemük éget ki, nem a fülük éget le, csak a kötelek. Tudod, még lerallunk a tűzbe? A kötél? Akkor, hogy tudj szabadon menni előre. Dicsőség az Úrnak. És amikor ezeken a lépéseken végigmész, fogsz egy tapasztalni valamit. Ha ezeket mindvégig hűséges maradsz, mert mondja az ég, hogy a hitünk olyan, mint a tűz által megpróbált arany. Igen, Istennek jogában van kipróbálni. Szeretjük őt, vagy nem. Hát Ábrahámon is, amit átvezett az Isten, az egy nagyon nagy dolog volt. És azután köd jött egy csodálatos, szerint hang. Azután szólt az Úr hozzá. Nézd, látja, nem tudom, hogy mennyire tudtam átadni az üzenetet, hogy egy fokozatosságról van szó. Van, amit nekem kell megtenni? Isten nem mondott le rólad, Istennek van terve az életünkre, de van egy dolog, amit nekünk kell megtenni? A sivatagból Isten be, bevitte és, e, illést a csodálatos jelenlétében, és ez ma is így működik. Szerintem ez az út a járható út. Érdemes az Urat szolgálni. Engedd, hogy az Isten vezessen át azokon az állomásokon, amin át kell menni. Még akkor is, ha nehéz néha. Nem tudom, melyik állomás problémásabb neked, mert általában az ember érzi, hogy ú, ez nagyon kemény nekem. Akkor így tast ki, Ti engedd, hogy az Isten tegye félre miért, hogy meghalljuk a szerint hangját az Úrnak. És az angol, az van, illés, van jövőt. Mondjad a szomszédodnak. illés. ember azt mondod, hogy illés neki. Illés Illés, van jövőd. Ember, hölgyem, uram, van jövőd. Nézzétek meg Isten egyáltalán nem jött zavarba hazért hogy átmenetileg egy depressziós válságon ment át Illés, nem azt mondta, hát sajnálom Illés, annyira megbízhatatlan vagy, hogy eh, meggondoltam, kell valaki mást. De hát ilyen, ilyen, ilyen embere hogy dolgozzak? Hanem azt mondja, illész. egy csodálatos után még előtted. Egy fantasztikus finálé lesz neked. Vannak királyok, akik várják, hogy menj és kent fel őket. Vannak papok, akik várják, hogy kent fel őket. Vannak proféták, akik várják, hogy kent fel őket. Rád várnak az emberek, testvér. Mondjad a szomszédodban. Rád várnak az emberek. Rád várnak az emberek. Nem másra várják. Isten vár ránk. Szoktuk néha mondani, uram, várok rád. Szerintem a mennybe is mondják, mi meg várunk rád. Mikor született a második lányunk, ezt még elmondom, Elmentem, várom a feleségemet, a nagy kórházba született a kisebbik lányunk. Nem tudom, hogy hogy, hogy nem. Én egyik kiáratnál vártam. Én ma 50 méterrel a másik kiáratnál. De akkor ugye nem volt mobiltelefon sem, két órát várt rám körülbelül a kicsi babával. Elképzelhetitek, Milyennyi, milyen ötletek mentek át az agyán. Hol van ez a kedves férj, aki nem képes időbe elmenni, hogy vegye őt ki a kórházból. Én meg ott voltam és vártam. És nagyon sokszor ugyanezt csináljuk az Istennel. Várok, Uram, küldj a mennybe, azt, 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 azt én meg rád várok. Lehet, hogy a keserőség barlangából kell kilépjél. Lehet, hogy a magad igaza barlangjából kell kilépjél. Lehet, hogy rossz kapcsolatrendszerben vagy, és a földindulás kell erre pakolja, mert van olyan, hogy Isten nem áld meg, amíg nem vagy normális kapcsolatrendszerben. Jó erkölcsetet megrontanak a gonosz társaságok. Addig Isten Jákobot nem áldotta meg, amíg nem választotta szét a, a vagyonát lábántól. Úgy döntött Isten, lábán nem áldom meg. Érted? Aznap, amikor külön választotta, jött az angyal. Jákob, figyelj ide! Menj, magyarófa vezőt vágsz, csíkosítsad őket, mint csikos jók fognak szü bárányak születni. És úgy születtek. Azóta se lehet követni őket, úgy megáldotta őket az zsidókat az Úr. Még az mennybe az, az angyal sugott neki. Ha a természet feletti segítség akkor jön, ha mi is megtesszük a mi dolgunkat. Ha kapcsolatodban van mérgező ember, aki a hitettől el akar támadni, aki a keserőséget pumpálja nagy erővel a lelkedbe, azokat nem szabad megnyitni a lelkedet. Mi egymásnak az építésére kell legyen, nem a rombolására. Nem tudom, melyik lépés vagy hol van az, ahol változtatnod kell, vagy talán még a, az, a, a szeretet útját kell gyakorolni? Tudod nagyon szeretni azokat, akik ott téged szeretnek, de aki téged idegesít, arról megvan a zsidók áldása, mint a stalin úgy áldja meg az Isten, ahol vannak, minél tovább, minél távolabb. Csak el nem jön az áldás. Az Úr elvárja, hogy még az ellenségedet is szeressed. Aki szíd, haragszik, gyűlöl téged. Ez természet feletti. Nem az a kereszténység, álljön meg az már elhagytam a, már nem vagy részeges, nem is szoktam csak 19-et szívok, nem húszat egy nap, Halleluja, ámen. Nem ez a kereszténység, hanem a természet felett úton jársz. Tudod szeretni a testvéreidet. A Biblia nem is írja ezt például, a, ter, a, a testvérés szeretet, ez, ez szinte nem természet feletti, az a, az a minimum minimumja. Azt mondja, szeress az ellenségedet, az már természet feletti. Hogy szeress felem barátodat. Aki félig barát csak. Félig ellenség, félig barát. És hogy szeressed? Hogy szeressem, mondjuk én. Mint? Mint magamad? de ne ezzel jött ki a tókot, akkor az meg. Akkor gyakoroljuk. Szeres fele barátodat? Mint? Magamat? Ja. Ez a természet feletti út, drága barátaim. Isten akar használni. Van jövője a számunkra. De lehet, hogy egy-két kapcsolatot nekünk is át kell hangolni az életünkben. És azután jön a szelít hang. És a szelít hang után még tudod miért? De a dicséretet kérem közben jöjjön fel. Nézzétek meg, hogy fejeződik be ez a történet. És lőn, amikor mentek és ment, beszélgetének, Íme egy tüzes szekér, tüzes lovakkal, elválaszta őket egymástól, és felment illés a szélvészben az égbe. Tudod, hogy mi vár rád? Ugyanez. Akkor nem csak, amikor az Úr vissza fog jönni tűzzel, erővel, érted és értem. Te csak akkor tud elvinni, ha készek vagyunk. Ezért kiabáltam ma nektek, hogy legyünk készen, ha az Úr visszajön. Nem, mert amíg ott vagy a fenyőfalad, amíg be vagy szorulva a barlangodba, addig az Úr nem tud elvinni. De ki kell nekünk jönni, hogy az Úr tudjon vezetni azon a csodálatos projekten, amit ő tervezett veled kapcsolatban. Kérlek, hogy álljatok fel. És szeretném, hogy elmondjunk közösen egy imád. Van olyan, aki magára ismert a prédikációban valamelyik javítani való van még? Jó magas reménytek, mert ilyen zákkörsi nem látom jól. azért kíváncsi vagyok, megnézem, hogy hiába kiabáltam, vagy van értelme, volt értelme. Akkor mondjunk közösen egy imád. Menjél, atyám! Köszönöm, hogy van terved az életemmel. Köszönöm, hogy megértesz. Akkor is, amikor krízisbe vagyok. Hálát adok neked, hogy elküldted a te legnagyobb fiadat, a legdrágábbad, a legértékesebbet, nem angyalt, hanem a te fiadad, hogy engem kihozzon a mélységből. Én a mai napon engedelmeskedek neked, Uram. Kérlek, állítsd a kősziklál az én lépéseimet. állíts vissza engem a helyemre. Használj engem. Sok-sok király, sok-sok proféta, sok-sok ember megmentésében, mindaddig, mi vissza fog jönni. Jézus nevében. Ámen és Ámen. Dicsérjük az Urat!